Sziasztok, Gábor vagyok. Letelt a két hét szabadság, nagyon jó volt a pihenés, de most újra beindul a sütögetés, illetve nem csak sütögetés, mert sütögetés volt eddig is, hanem a videó felvevés és a recept megosztás veletek. Az oldalamon közé tettem egy posztot, amiben választás lehetőséget adtam nektek, hogy ebben a videóban rétegezett túrós pogácsa szerepeljen, vagy inkább hagymás pogácsát szeretnétek látni. Nem volt a kettő között túl nagy különbség, de mégis inkább a hagymás pogácsára szavaztatok, ezért azt fogom most ebben a videóban elkészíteni, de akik a túrósat szeretnék látni, azok se csüggedjenek, hamarosan jelentkezem a túrós pogi recepttel is. Tehát álljunk neki, az első lépéshez szükség lesz vörös hagymára. Összekockáztam, de nem muszáj nagy napróra kockázni. Akkor egy normál gereszt fokhagymát összekockáztam szintén. Megmutatom nektek, hogy nagyjából mekkora volt egy ekkora gerezdet. Tehát egy teljesen normál gerezdet. És még szükség lesz sertészsírra. Abban fogjuk most megpirítani ezt a hagymát. Tehát a tűzhelynek alá gyújtok. És a zsírból, ne a teljes adagot, csak éppen annyit kiveszek, hogy azon meg tudjam pirítani a hagymát. Tehát így ennyi egyelőre elég lesz hozzá. Ezt most felolvasztom. Rendben, ha a zsír felolvadt és kellően felmelegedett, akkor mehet bele a vörös hagyma. És folyamatos keverés mellett fogom megpirítani. Tehát, hogyha a hagyma elkezd itt szépen színt kapni, egy picit félrehúzom, hozzáadom a többi zsírt. Hozzáadom a fokhagymát is. És így ezt meg össze fogom rottyantani, annak érdekében, hogy a teljes zsír átvegye ezt a finom hagymás ízt. Tehát még egy pár percig fogom kevergetni a tűzhelyen. Tehát még a zsírnak a felolvadása után egy 2-3 percig felhagytam a tűzhelyen, most lehúzom. És így ezt az egyveleget, a zsíros hagymás egyveleget ki kell hűteni nagyjából szoba hőmérsékletre, mielőtt a ragasztáshoz fogjuk adni. Én azt fogom csinálni, hogy a csapba fogok ereszteni hideg vizet, és abba beleteszem a lábost, úgy egy picit meggyorsítja a hűlését. Hogyha ezzel megvagyok, akkor addig összekészítem a ragasztáshoz a többi összetevőt, és jelentkezem, és folytatjuk a tésztakészítést. Nos? Amennyiben a zsír langyosra hűlt, de még mindig folyós halmaz állapotú, hozzá fogjuk adni a finom liszthez. És, mint ahogy a zomlós tésztátnál megszokott, a zsíradékot elkeverem a liszttel, összemorzsolom, egészen addig, amíg a zsíradék teljesen körbe nem veszi a lisztszemcséket. Erre azért van szükség, hogy a pogácsánkba kialakuljon az omlós állag. Tehát, hogyha megkaptátok ti is ezt a fajta omlós jelleget, akkor mehet bele a többi alapanyag. A első körben leöblítem a kezemet egy pillanat. Tehát, hozzá lehet adni a sót. Tojást és a sárgáját. Tejfölt. Annyit elmondanék, hogy a tojást és a tejfölt már 1-2 órával előbb kivettem, hogy szobahőmérsékletűre melegedjen és ne hűtse le nagyon a tésztámat. Ezután következik a víz, amiben én már belemorzsoltam az élesztőt. Ehhez most hozzá fogom adni a cukrot, és így fogom fölkeverni. A vízem langyos, a
Hogyha teljesen feloldódott az élesztő és a cukor, akkor hozzáadom a dagasztáshoz, kanál nélkül, és így indulhat is. A tészta elkészült, gyönyörűen elvált az elény falától, kézdagasztás esetén is már nem ragadós. Ahogy látjátok, egy közepesen lágy állagot dagasztottam belőle. Nagyon szépen látszanak a hagymadarabok, és amennyiben megszagoljátok, nagyon-nagyon kellemes hagyma illata van, pirított hagyma illata. Ez a tészta most át fog kerülni egy másik tálba, amit vékonyan olajjal előre kikentem. Ebbe a tálba fog pihenni úgy, hogy ez, erre még húzok egy folpakot, az lezárom levegő útját az olajozásnak. Csupán annyi a szerepe, hogy ne tapadjon bele a tészta a tálba, bár mondjuk ez a tészta nem egy ragadós fajta, hogyha nem használtak olajat, akkor se hiszem, hogy beleragad. Az olaj helyett lehet lisztet is használni, nekem az olaj az jobban bejött. A ragadósabb tésztánál is jobban elválaszza a felülettel a tésztát. A fóliának, a lezárásnak pedig annyi a szerepe, hogy a tészta ne tudjon lebőrösödni, ne száradjon ki a külső felülete. Tehát most jön a tésztaérés, az érés után találkozunk. A tészta fél órát pihent, ez idő alatt kellően beérett arra, hogy tovább folytathassuk vele a munkát. Ezt a tésztát most kirakom az asztalra. Picit fölgyúrom, hogy felül nagyjából egyenletes legyen. Alálisztezek az asztalon vékonyan. Túl sok lisztet nem kell használni, mert a tészta nem nagyon tapad. Majd nyújtom. Rendben. Föl is picit megliszteztem, hogy a fához se tapadjon. És így fogom kinyújtani. Próbál nagyjából egyenletes vastagságúra nyújtani, ezt még utána szélén, hogyha picit keskenyebb, akkor lehet igazgatni. Én ezt a tésztát úgy körülbelül egy ilyen 1,5-2 cm vastagságra nyújtottam le, és ehhez egy ilyen kisméretű szaggatót választottam, de mielőtt nekiállnék szaggatni, azelőtt felrácsozom a tésztát, az úgy fog kinézni, hogy egy elég éles késsel, határozott húzó mozdulatokkal, először csíkokat vágok a tésztára, nem túl mélyen. Majd, hogyha a csíkozással megvagyok, akkor kereszt irányba ezeknek a csíkoknak ki fogom alakítani a rácsot. Nem van. A rácsok meghúzásánál törekedni kell határozott húzómozdulatokra, mert látjátok itt is, itt ott egy picit megrántotta a rács szerkezetet. Most, hogyha ez megvan, teszek ki egy kis lisztetembe, fogom átkodatni a szaggatómat, hogy könnyen kiessen bele a tészta, és elkezdem szaggatni úgy, hogy lenyomom, fordítok rajta, ezzel elszakítom a többi tésztától, és utána pedig csak kiütöm belőle. Hogyha nincsen szaggatótok, akkor egy tetszőlegesen választott méretű pohárral is ki lehet szaggatni. A szaggatást lehetőleg úgy kell csinálni, hogy törekedjünk minél kevesebb maradék hagyására. Rendben, az első adag kész van. Akkor a tésztát újra gyúrom. Nagyjából megpróbálom addig gyúrni, amíg sima nem lesz a felülete. Tehát itt fölül. Ezt egy picit hagyom pihenni, addig az elkészült pogácsákat elrakom egy sütőlemezre. Mennem.
ügyelni kell, hogy nagyjából kellő távolságokat hagyjunk köztük, mert ezek még kelni fognak, és a sülés kezdeti szakaszában is egy nagymértékű térfogat növekedés fog még bemenni. Most pedig ezt a tésztát, amit az előbb fölgyúrtam, lenyújtom, körülbelül ugyanilyen vastagságra, mint az előbb. 1,5-2 centire. Ismét rácsozom, szaggatom, és ezt addig folytatom, ezt az újragyúrást, amíg a tésztám teljesen el nem fogy. Ezt az utolsó darabot már nem fogom kiszaggatni, csak így megdíszítem. Mivel az első lemezre sokkal több pogácsa kerül, mint a másodikra, ezért átrakom onnan egy pár szemet, hogy nagyjából egyenletes legyen az elosztás. Tehát így néznek ki az elkészült pogácsák, amit meg a tetét. Most át fogom kenni egy felvert tojással, hogy ezzel fényesítsem majd a felületüket. Rendben van, hogyha a kenés is megvan, akkor ezután hagyni fogom őket, szobahőmérsékleten megkelni, ez körülbelül egy óra lesz, de majd a keresztés után pontosan elmondom. Annyit még hozzátennék, hogy a tésztaéréseket és a keresztéseket is most már úgy alakítom, hogy a 24 és 26 fok között legyen nekik optimális. Tehát ezekkel az időtartamokkal, amikkel megadom, ezekkel szobahőmérsékleten kell érlelni, pihentetni és kereszteni a tésztákat. Normál esetben 30-35 fokos környezetet javasolnék, de tudom, hogy otthon sokszor nehéz előteremteni, főleg téli időszakban, ezért így fogunk tovább dolgozni. A keresztéstel jelentkezem. A pogácsák egy óra alatt nagyon szépen megkeltek, nézzétek meg őket. A keresztési idő az többfajta tényezőtől függően lehet egy plusz-minusz 10 perccel eltérő, tehát 50 és 70 perc közé kategorizálnám körülbelül. Most az első lemez megy a sütőbe, de mielőtt bekerül a sütőbe, azzal közvetlenül a sütés előtt le fogom kenni még egyszer a felvert tojással, hogy a sütés után nagyon szép fényes legyen a teteje. Ezt majd a második lemezzel is meg fogom csinálni a sütés előtt. Miközben az első lemez sütöm, a második lemezt kint fogom szerintem hagyni egy szobahőmérsékleten. Hogyha esetleg úgy látjátok, hogy már nagyon-nagyon meg van kelve, és jobb lenne megfékezni a kelést, hogy nehogy elkeljen, akkor be lehet rakni a hűtőszekrénybe, úgy fékezve a további kelését a második lemeznek. És mikor az első kisült, akkor kivenni, lekenni, és ugyanúgy betenni a sütőbe. Rendben. Tehát az első lemeznek lekenésével meg vagyok. Most ez mehet be a sütőbe, a másodikat hagyom pihenni, és nem sokára azt is sütöm. Hogyha végeztem mind a kettő lemeznek kisütésével, akkor jelentkezem a sütés pontos paramétereivel. Hát kisültek a pogácsák, elmondom, hogy hogyan történt a sütés. 250 Celsius-okra előmelegített sütőbe helyeztem be a sütőlemet, száraz sütő légtérbe. A sütési hőmérsékletet azonnal visszaállítottam 225 Celsius-okra, és így sütöttem a pogácsákat 13 percig. A sütési idő lehet egy picit eltérő, a pogácsáknak a méretétől függően, vagy akár a sütőtök teljesítményétől függően. A kisebb méretű pogácsák hamarabb, a nagyobb tömegű pogácsák pedig hosszabb ideig fognak sülni. Nagyjából úgy határolom, hogy a 12 és 18 perc között mindenkinek a pogácsái meg fognak sülni. Tehát lássuk is, hogy hogy néznek ki. Itt vannak az elkészült pogácsák. Nekem nagyon tetszenek, meg vagyok elégedve. Nagyon szép talajosak lettek a rácsozás véget. Tehát meg is emelnék egyet, megnézzétek. Egy picit világosnak tűnhet az oldala és belül, de ez teljesen normális. Hogyha megnéztek az alját, akkor láthatjátok, hogy nagyon szépen átsült. El is töröm, hogy megnézzük, hogy belül milyen. Tehát belül is nagyon szép omlós szerkezete.
nagyon finom az illata és az íze is. Mindenképpen javaslom nektek, hogy próbáljátok ki, főleg, hogyha szeretitek a magyaros hagymás ízeket. Hogyha tetszett a videó, akkor kérlek nyomjatok rá egy lájkot, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, és kövessétek be a Facebook oldalamat, mert ott is mindig a legfrissebb információval várlak titeket. A következő videóig, sziasztok!